Hello mindenkinek, én Attila vagyok, és a mai videó egy ilyen haul videó lesz, ugye, és bemutatom nektek, hogy a Kittikével miket szereztünk Londonban. Ugye tegnap jöttünk haza Londonból, voltunk ott most 4 napig így nyaralni, Kittike ezt kapta születésnapjára, és hát eléggé jó volt, nagyon jól éreztük magunkat, szereztünk cuccokat is, bár több ilyen aprót vettünk, mert halljátok, annyira drága ott a közlekedés, valamint a kaják, szóval több mint a pénzünk fele arra ment el, és 3 csoportba szedtem ezeket a holmikat, amiket beszereztem, vannak a Harry Potteres holmik, amik a kedvenceim, a második azok ilyen általános random cuccok, amik nem kapcsolódnak Londonhoz, de mégis szereztünk ilyeneket, majd meglátjátok, és vannak ezek a tipikus londonos hol, miközben így oda nézem, hogy így lássam, hogy mik vannak, és ezeket gondoltam, hogy most egy ilyen haul videóba bemutatom nektek, mint egy igazi beauty guru, szóval ez itt újból Attila beauty konyhája, és ja, egész London alatt ezt a Harry Potter stúdiót vártam a legjobban, szóval én minden cuccomat, amit én szereztem, én azt ott vettem csak meg, minden pénzemet arra félreraktam. Az első, amire nagyon vágytam, az ez a pulcsi volt, ez egy mordekáros pulcsi, rám vagyok a Slytherin, és itt is van a, hát ez a jel, ez a kígyós jel, amit egyszerűen imádok, ez a pulcsi baromi jó, nagyon kémes és ilyen ultra puha, szóval nagyon szuper. Aztán a másik, amit beszereztünk, amikor megláttam, ahogy kipakkadtak a szemeim, az ez a sapka, ami ez is minden cuccom mordekáros lesz, és ugye nagyon szeretem a baseball sapkákat, szóval ezt mindenképpen beszereztem, valamint ezzel a sárén már akkor szaladtam vissza, amikor sorba álltunk, de tudtam, hogy ha nem veszem meg, akkor örök életemre bánni fogom, és ez egy pedig egy ilyen sár, ezzel is rajta van a jel, meg minden, itt ilyen fehér zöld, és itt meg zöldes fehér, szóval hát ez is fantasztikus, valamint még egy cuccot szereztem be, ja igen, az is itt van, az pedig egy ilyen mardekáros nyakjék, nyaklánc, ezt a 9¾ vágányon vettem, nem ott a Harry Potter stúdióban, és már rajtam volt már ott az utazástól kezdve, és akkor ott így, hogy mindenki lássa, hogy én mardekáros vagyok. A Kittike is szerzett itt pár holmit, ő inkább ilyen apróságokat, először is van ez a Harry Potteres ceruza, valamint egy ilyen 9¾ vágányos kulcstartót is szerzett, amit én is szereztem 2 éve, amikor ebben a 9¾ vágányonál voltam. Valamint egy csoki békát is, tudjátok ezen a mesében, bár ez nem mozog, szóval ez átver, és egy ilyen óriási nagy csoki béka van benne, és ugye van benne egy varázslónak is a kártyája is, és a miénkben képzeljétek el, Mardekárnak volt a kártya, és ez egy ilyen öreg bácsi, és akkor így mozog a kártya, nagyon menő. Valamint a Kitty szerzett magának egy pólót, és ő egy ilyet szeretett volna, ami rajta az összes Roxforti ház, az pedig egy ilyen póló, ez hiszem nagyon menő, nagyon jó az anyaga, meg ezek a címerek is. És ennyi voltak a Harry Potter cuccok, illetve a következő kategória, ami a londoni cuccok lesznek. A kedvencem ezek közül az ez. De ez mennyire jó, aki Insta Live-nál ott voltak, azok már láthatták ezt, hogy Mickey Egér, aki egy ilyen, hát olyan ruhában van, amit a Buckingham palota előtt állnak az örök, csak ki tudtam mondani. Ezt a Mickey Egeret a Disney Ballba vettük meg, nekem baromira tetszik, és hát ilyen ultra puha. Ha valaki valóban nyaralni megy, az általában soha nem marad el, hogy vesz kulcstartókat, és hát mi is vettünk egy csomó, mutatom, kulcstartót, szóval kitűnt a barátainak, én vettünk magunknak is, már barátoknak, szóval tényleg nagyon sok kulcstartót vettünk, valamint a nagyszülőknek is beszereztünk 2 ilyen palimágnest, ami nagyon jó pofa szerintem. Ezen kívül még van még pár londonos holmi. Van ez a füzet, ez ilyen londonos füzet, amit a Kittike vett magá, 2 füzetet vett, csak a másik az nem londoni, szóval ezt azért nem raktam be ebbe a kategóriába. Ezt a Primark-ba szereztük meg, a Fruzsinak az ajánlásra mentük be oda, nagyon jó sok cucc, nagyon jó cuccok voltak ott. Valamint ezt is a Primark-ba vettük, ez csak 1 font volt, ezt anyunak szereztük be, ez egy ilyen táska, amiben így tudja így vinni a dolgait, ha például vásárolt. Valamint voltunk a Madame Tussauds-ba is, ami szerintem baromi jó volt, és ott kaptunk egy ilyet, és ebben meg lehetett venni egy képet, amit megvettünk, mert nekünk nagyon tetszett, hogy itt ülünk benne, ebben a kis taxiban. Ezek ki is fújtak a London stuccok, már csak az ilyen simák vannak, nyúlok is értük, amit először megfog, az pár ékszer Kitty szerzett ilyeneket is. Egyik elsőt a Classbe vette, ez egy ilyen álomfogós nyaklánc, nyaké, valamint a Topshopba vett egy ilyen fülbevaló készletet is, amiben sok apró kis csesztetés, bizbasz van. Van egy nagy logó is, kis logó is, van itt minden. Ugye mondtam azt, hogy szerzett még egy füzetet a, milyennek a neve, a Primarkból, igen, és ez az a füzet, ez egy ilyen márványos, azt én vettem még észre és mutattam neki, szóval ez is ilyen kemény borítós, nagyon kis fasza. Valamint beszerzett, ez pedig honnan? Valami accessories-ból, na csak tudok beszélni angolul, egy ilyen napszemüveget, amit most fel is próbálok, ez a kitérem, nem fog szétölni a fejemen. Hahahaha
Szerintem nagyon menő lehetett rajta. Akkor nézzük, mi van még itt. Ja igen, ezt az anyunak vettük, mert imádja az ilyen csokikat. Ilyen csoki készlet. Csoki készlet, azt így mondják, hogy ilyen szív alakú kis csokoládék vannak. Valami még az anyunak vettük ezt is. Mármint nem a kocsit, azért kocsit nem veszünk neki, hanem egy ilyen kis díszt, amit a kocsi kulcsra tud rárakni, amire az a rá, hogy Marvelous Mom, hogy csodálatos anyuka. És már csak két szusz van, de én ezeket nagyon szeretem. Az egyik az egy zokni, amit az egyik barátomnak vettem, mert ő imádja az ilyen vicces zoknikat, és ez egy ilyen lajháros zokni, és amikor megláttam, akkor mondtam, hogy ez nekem kell. Amit az utolsó, ezt is Primalba vettük, ezt apunak, ilyen póló, ezt nézzétek. Ilyen pikachus póló, és nagyon jó a színe, nagyon jó az anyaga, apa megszállottan imádja a Pokémont, és a Pokémon Go-t egész nap Pokémon Go-zik, amióta az megjelent. Már valami 40-es szintű talán a Pokémon Go-ban, nem is tudom, írjátok meg, hogy ti még játszotok-e vele, de nagyon imádja. Szóval, ja, most itt kész káosz a szoba, fantasztikus lesz ez összepakolni. Szóval ezeket a holmikat szereztük be Londonban, remélem tetszett nektek ez a how videó, még nem nagyon csináltam ilyen hol videót. Szóval, hol vagy, hol nem volt, jaj, de szar ez a poén. Remélem, hogy tetszett nektek ez a hol videó, hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és írjátok meg azt, hogy nektek melyik holmi tetszett legjobban ebben a holban. Nekem az ilyen Harry Potteresek, főleg ez a kulcs, meg az a sár, de minden, ami Harry Potteres, azt imádtam, egyszerűen imádtam, nagyon jó volt Londonban. És ja, én Attila voltam, remélem, jó napotok van, írjátok meg azt, hogy milyen videót szeretnétek legközelebb látni. Hamarosan újba találkozunk. Sziasztok! Na visszatértem, amúgy már javajtam ezt a videót, ezt utólag veszem fel, ezt ki is fejtettem, hogy vettem egy ilyen What Talking About You, ez egy ilyen, talán Nosikán, mert Barninál láthatatok, vagy külföldi youtubereknek, egy ilyen száj, pecek, vagy száj, tágító, ez egy eléggé pervers furcsa szó, nem is értem, és ezzel akarok majd valami vicces videót csinálni, és így állok ezeket szákkal, és akkor így néztek ki, így, gyönyörűen.